Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható november hónapban az oroszlán jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a kivetésnél. Ez egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, a díjam 4000 forint, mint például ezt a havi jóslást. Megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Ez a férfi utal a férfiakra, vagy a lelki társadra. Ő itt van a közelben, egy vonalban vagytok. Ez jelenti a kapcsolatod. Ami összeköt benneteket, azt a gólya mutatja, és azt jelenti, hogy lesznek változások köztetek, vagy megváltozik az ő hozzáállása. A fejetek fölött lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Nálam ezek a képek jelennek meg. Itt a kulcs jelenti az ő maga biztos fellépését, vagy azt, hogy lezár ezzel a kulccsal valamit, és egy időben kinyílik itt egy új ajtó, és ezek a lehetőségek utal a nyitottságára is. Itt tisztázni szeretne veled valamit, és szerelemről van szó, látni akar téged, át akar ölelni. Más témák is megjelennek az ő gondolataiban, mint például ez a ház utalhat az otthonára, a szülői házra, a családra, vagy egy ingatlanra, és itt a halak jelentik az anyagiakat. Lehet ez egy befektetés, vagy egy örökség is. Amit a halak még jelentenek, a belső értékek, hogy ez a szerelem értékes számára. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt ezek a kártyák utalnak a te gondolataidra. Itt szerelemről és anyagiakról van szó. A könyv jelenteti a tudásodat, vagy egy továbbképzést, de jelenti a nyitottságot is, és itt az utak utalnak fontos döntésekre. Te ezzel a kártyával vagy egy vonalban, és itt van nyeremény, gazdagság, jólét. Ezek az értékek lehetnek belső értékek is. Ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban vagy, itt a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, vagy az értékeket, itt tisztázódnak, rendeződnek a dolgok. Ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, itt lehet tudásról, továbbképzésről szó, itt az utak jelentik a döntéseket, és ez a kártya jelenti azt, hogy lesz egy találkozás. De azért ügyelj a hídra is, mert ez a híd a háttérben jelenti az átmeneti időszakot. Amikor az egyik partot már ugyan elhagytátok, de az új part még nem látható. Viszont jó irányban alakulnak a dolgok. Ez a férfi ezekkel a kártyákkal áll összefüggésben. Itt döntésekről lesz szó, tisztázódnak bizonyos dolgok, ami a múltban olyan beborult volt, olyan átláthatatlannak tűnt. Ő ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt lesz tudás, tanulás, és nyitott lesz érzelmekről beszélni. Itt is értékekről vagy anyagiakról van szó, és itt ez a kártya jelenti, hogy ő megkapja az elismerést. Ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, itt a remény egy ingatlan vásárlására, itt van a jólét. Jelenthet külföldi kapcsolatokat, vagy családi kapcsolatokat is. Ez a hajó lehet egy közös utazásnak a tervezése. És most megnézzük azt, hogy mi várható az egyes hetekben. Első hét, november hónapban, itt látható.
fontos beszélgetések. Ez a gyűrű jelentheti a kapcsolatokat, esetleg szerződéseket. Itt ez a kártya jelenti, most eljött ennek az ideje. Itt a kereszt utalhat a hitedre, jelenthet spirituális területet, vagy sors utakat, amikor a sors utak kereszteződnek. Esetleg jelenthet fontos döntéseket is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt a hajó jelenti a reményt, vagy az utazásokat. Ez az út lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat. Itt szerelemről, találkozásról van szó, tisztázódik valami, és a könyv jelenti ugyan a tudást is, de a nyitottságot is. Második hét, november hónapban itt látható. A csillagok szerencsét hoznak, jelenti a bizalmat is, amikor hiszel abban, hogy minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Ami a hivatást illeti, a csillagok jelenthetik a spirituális területet is. Itt lesz egy fontos hír vagy szerződések, kinyílik ez az ablak, ez lehet internet kapcsolat is, és itt látható a négy levelű lóhere, ezek a szerződések, ezek a kapcsolatok szerencsét hoznak. Itt a kutyánál vagy hűségről, vagy barátságról, esetleg kutyáról, vagy cicáról van szó. Ha te egy hölgy vagy, akkor bepillantasz ebbe a tükörbe, és valami változik a külsődön, a hozzáállásodon, és kimutatod a nyitottságodat, ugyanúgy, ahogy itt az ajtónál látható a nyitottság. Ennek a háznak lesz egy fontos szerepe. Ez lehet az otthonod, a szülői ház, a család, vagy egy ingatlannak az eladása, vásárlása, esetleg a bérlete, hiszen itt láthatóak az anyagiak is. A lehetőség megvan, hiszen ezzel a kulccsal ki lehet itt nyitni ezt az ajtót. És az utak jelentik a döntéseket. Harmadik hét, november hónapban itt látható. Ez a kártya vető nő jósol. Mit jósol neked? Ez a koporsó lehet egy örökösödési ügy is. Itt lesznek akkor viták, veszekedések. Amit a koporsó még jelenthet, hogy eddig minden olyan csendes volt, de hirtelen ezzel a kasszával ezt el lehet vágni, és akkor lesz mozgás, előre mennek az események. De légy óvatos, jósolja a kártyavetőnő, hiszen itt vannak a viták, veszekedések, és ez a férfi lehet egy idegen is. Ahogy én ezt a kártyát még látom, hogy valaki közeledik, és kosztümöt visel, nem tudod, hogy mit akar. De nincsenek jó szándékok, hiszen itt vitáról van szó. Ez a talizmán, ez szerencsét hoz neked, vagy kell valami, ami óv téged. Ami viszont a párkapcsolatot illeti, téged és őt, a nőt és a férfit, itt nem kell félni, itt lesznek változások, itt van a szerelem, a megbecsülés, a találkozás. Utolsó hét, november hónapban az itt látható. A horgony jelenti a munkát, a hivatást. Itt lesz egy új irány, előre mennek a dolgok, lesznek kapcsolatok, találkozások és szerződés. A virágcsokor jelenti a kreatív tevékenységet, vagy egy kellemes meglepetést. Itt látható ez a park, és szimbolizálja a nyilvánosságot, az elismeréseket. Ami ezt a férfit illeti, itt valami még átláthatatlan, különösen ami a nyilvánosságot, a hivatását illeti. De ez megváltozik, új irány lesz, új utak. És itt van a nyeremény, itt vannak az értékek, a belső értékek is,
és lesz köztetek egy találkozás. De itt látható ez a híd, mint említettem, ez novemberben még egy átmeneti időszak. Mire itt stabilizálódik a helyzet, az eltarthat év végéig, vagy jövő év kezdetéig. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!